A bizottság szocialista elnöke szerint minden frakció vezetőt meg kell kérdezni arról, vannak-e kettős állampolgárok a képviselőcsoportjaikban. A Jobbik mindenre úgy reagált, hogy ők ezt már sokkal korábban felvetették. Csak nem két hete rendelték el Simon Gábor előzetes letartóztatását. Az ügyészség szerint Mesterházi Attila korábbi helyettesével szemben nem csak az adócsalás, hanem a közokirat hamisítás gyanúja is felmerült. Sajtóhírek szerint a volt szocialista politikus hamis afrikai útlevél segítségével nyitott Magyarországon bankszámlát, és helyezett el rajta több 10 millió forintnyi devizát. Ennek kapcsán felmerült, hogy más szocialista politikusnak is lehet hasonló afrikai okirata. Nagyon fontos, hogy minden részlet kiderüljön arról a borzalmas szocialista bűregényről, amelynek hetek óta tanúi vagyunk mindannyian. Nem lehet szelektálni, nem lehet ezt a kérdést a Magyar Szocialista Pártra szűkíteni. A Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnöke Molnár Zsolt azt javasolja, hogy a testület ne csak Mesterházi Attillát, hanem minden frakció vezetőt kérdezzen meg, vannak-e kettős állampolgárok a képviselőcsoportjukban. Van-e esetleg olyan információ, hogy más államnak is állampolgárai, és rendelkeznek-e ilyen jogszerű útlevéllel? A jobbikos Szávai István azt mondta, ők már ezt sokkal korábban felvetették. Már eddig is kértük, hogy minden parlamenti képviselő ezzel kapcsolatban nyilatkozzon. Kíváncsian várjuk akkor akár a szocialisták, akár más pártok képviselői részéről ennek a nyilatkozatnak a megtétel.